Valjuk be, elég sokan kezdtük a játékos karrierünket a klasszikus Prince of Persia-val. A kimondani sem merem, de 1989 óta velünk élő széria látott már ezt-azt, de akár 2 d akár 3 d formában kerül elő, valahogy mindig megdobognak tőle a szívek. Mondjuk tény, hogy a franchise játékainak színvonala nem egyenletes, de azt nem lehet elvitatni tőle, hogy sikerült neki az, ami csak keveseknek. Nem csak simán jól váltott két d nézetről 3 d de hozzá is tudott tenni annyit a játékmechanikához némi időmanipulálással, hogy már-már már úgy tűnt, mintha egy teljesen más Szíria lenne, de azért még az anyja is ráismert. A Prince of Persia jó időre eltűnt, annyira, hogy ki is hagyott egy teljes generációt, hogy aztán valami olyan történjen vele, amire igazából mindannyian vágytunk, de nem hittük volna, hogy megtörténik. A széria 2024-re részben visszatért a kettődés alapjaihoz, de nem egyszerűen nosztalgiázgat, hanem minden létező tekintetben meghaladja a korai verziókat, de úgy, hogy, eh, hogy is mondjam, jó Ubisoft szokás szerint, kölcsönözget más játékokból ezt azt, hogy minden olajozottan működjön. És az a helyzet, hogy ezúttal ennél jobban nem is tehették volna. A Last Crown ugyanis a régi kettődés ugrabugrára ad Metroidvania köntöst, ami nem csak hogy jól áll neki, de úgy néz ki tőle, mint egy szupermodell. Na nem grafikailag, hanem inkább játékmechanikailag, hiszen az új Prince of Persia közben jön rá az ember, hogy ennek eddig is így kellett volna működnie egy Metroid klónként, ami egyébként minden egyes oldalról Prince of Persia illatot áraszt magából, meg néha egy kis orit. És ez az illat nagyon nosztalgikus illat. Annyira az, hogy tulajdonképpen régi játékosként nem szégyen egy könycseppet sem elmozsolni. Mert ez tulajdonképpen az a Prince of Persia, amivel iszonyúan régen játszottunk, csak annak egy jóval fejlettebb formája. Egy olyan formája, amit már korábban is be lehetett volna vetni, de valahogy mégiscsak most történt meg. És milyen jó, hogy megtörtént, mert most úgy robog mindenkivel a nosztalgia vonat, hogy a féket nem csak kiszerelték belőle, hanem rakétával lőtték fel az űrbe, majd felrobbantották, amikor már kellő magasságban járt. Szóval, ahogy mondtam, a Lost Crown egy Metroidvania játék, ami azt jelenti, hogy itt is egy hatalmas térképen kell bolyonganunk, amelyet látszólag szabadon bejárhatunk, de bizonyos területeire csak akkor juthatunk be, ha megszereztünk egy olyan képességet, ami lehetőséget ad nekünk egy újabb terület felfedezésére. A különböző szintek igazából olyan terekből állnak, melyek be is kiáratokkal rendelkeznek, amennyiben ezeket a tereket elhagyjuk, az ellenfeleink újjáélednek és megkeseríthetik a visszaútunkat is, már pedig jobb felkészülni, hogy lesz visszaút, hiszen egy-egy területen néha többször is át kell haladni. Nem kötelező minden ellenfelet legyőzni, de ha megtesszük, akkor időkristályokat kapunk, amelyek jól jönnek majd a helyi varázs ahol tudunk venni magunknak pár szép upgrade-et. Ezek a fejlesztések lehetnek akár amulettek is, amelyek egy kis extrával növelik meg a hatékonyságunkat, de nem használhatunk egyszerre sokat belőlük. Hogy mennyit az a nyakláncunkon található helyek számától függ, melyeket lehet ám bővíteni is bátran, ha van rá keret, de azért arra nem érdemes számítani, hogy annyira kibővítjük a láncunkat, hogy úgy nézünk ki, mintha egy gangster rapper lennénk, aki megevet reggelire egy másik gangster rappert. De igazából bárhogy is ízadunk az amulettek kiválasztásával, annyit azért nem fognak hozzáadni a képlethez, hogy brutálisan elősegítsék a boldogulásunkat. Az igazán fontos képességeket bizonyos pontokon hozzánk dobálja a játék, és biztosak lehetünk benne, hogy onnantól kezdve azt a képességet használnunk is kell. Mondanám, hogy úgy, mintha az életünk múlta rajta, de na jó, hát az életünk múlik rajta. És itt mindenki az életünkre pályázik. Márpedig az élet mindig drága, és drágán is adjuk, mint Brooks Willis, hiszen a herceg sorsa a tét, aki ezúttal nem, mi vagyunk, viszont mi leszünk a herceg apjának, unokatás olyanak unokabátyának a szobatársa, mint az űrgolyhokban, vagyis inkább a halhatatlanok társaságának tagja, akik minden áron igyekeznek megvédeni a herceget a bajtól. Már pedig a baj nagyon jön, hiszen a herceget elrabolják, és bár eléggé úgy tűnik, hogy ennél rosszabb már nem jöhet, gyorsan kiderül, hogy tulajdonképpen ez volt a nap legjobb része, mert innentől már csak lejjebb van. A sztori igazából baromi jó, kifejezetten motiválja az embert a továbbjátszásra, akkor is, ha már a pokol kényköves bugyraiban szeretné látni a játékot, mert néha iszonyúan megszivat. Egy-egy boss legyőzése nem lesz sétagalap, akkor sem, ha már kiismerted a rutinját. Akadhatnak olyan ügyességi részek is, amik megtanítanak káromkodni, mert nagyjából a játék a felétől már nem különösebben akar könnyedén odaadni pár ugrást sem. Az sem túl jó hír, hogyha meghalsz, akkor az előző mentési pontra pakol vissza is, hát fogalmazzunk úgy, hogy az a mentési pont lehet, hogy nincsen közel. Menteni egy-egy vak vakvak fánál lehet, nem, nem vaka-vaka, és nincsen ennek köze sakirához. Itt tudjuk egyébként csecsén rendezgetni az amulettjeinket is, és itt választhatunk a képességeink közül, amelyekkel valamennyire szeretnénk könnyebben érvényesülni a harcokban, de ezeket a fákat fel kell kutatni és fel kell ébreszteni ahhoz, hogy működjenek. Magyarul ők is a bújócska csodálatos mesterségét művelik. Így mindenhova be kell néznünk, ahova belehet, mert ki tudja, mit talál az ember. Amennyiben újra aktiváljuk a gyorsutazásra alkalmas szerkezeteket is, képesek leszünk egy-egy nagy ugrásra, amire akkor van szükség, ha nem akarod újra és újra leküzdeni zombi Sándort és népi zenekarát, hanem egy hétmérföldes csizmával átlépni őket, hogy töltőképernyő nélkül hip hop teremj a pálya másik végén. Erre azért lesz szükség, mert bizonyos kapukat vagy magasságokat nem fogsz tudni elérni egyből, csak egy-egy képesség megszerzése után. Az adott pálya rész pedig biztosan tartogat valami olyan fontos dolgot, amire szükséged lesz a jövőben. Magyarul igen, ez egy sima a játék, de akkor miért mondom mégis, hogy a Last Crown fantasztikus? Azért, mert egyértelműen hozza a Prince of Persia játékok legjobb pillanatait a remek harcrendszerrel és a kihívást jelentő ugra ugrabugrálással, a sztori is szuper, az újhős is érdekes, grafikailag pedig nem tudom egyszerűen, hogy ki mire számított, de ennél többre alig ha volt szükség egy olyan játéknál, aminek PS5-től a Switchig mindenen el kell mennie egyáltalán nem ronda, csak egyszerű, viszont kifejezetten szép és kidolgozott is tud lenni, hogyha ő is úgy akarja. Szóval mindezzel együtt a Prince of Persia The Last Crown egy csoda! Egy szebb világban az történne, hogy feltámasztja ezt a szebb napokat látott szériát, és borzasztóan szurkolok annak, hogy ez meg is történjen. Nem azt mondom, hogy nem esne jól egy új 3D-s játék, ami méltó a régi címekhez, de ez a 2D-s kaland, vagy inkább két d s kaland annyira addiktív és varázslatos, hogy egyszerűen nem tudtam letenni. Az pedig külön öröm, hogy a Ubisoft plusz előfizetés részeként 4990 forintért végig lehetett nyomni Xboxon is, mert ennyit aztán tényleg bőven megért. Pláne azért, mert a csomag részeként végig nyomhattam valami mást is. Valamit, ami gyönyörű és... Uh, gyönyörű. Igen, most rád nézek avatára és nem vagyok 100 vidám. De erről majd legközelebb.